Ez az első kézből a 24.hu podcastja, és ezúttal a videója is az újság és a világ történeteivel. Videóban is, mert hogy Jászberényi Sándor íróval, haditudósítóval ülünk itt ezen a héten, aki az elmúlt hetekben harmadszor járta meg az orosz-ukrán frontot, és az erről szóló írásai a 24.hu jelentek meg. A többi között, amikor egyeztettük ennek a beszélgetésnek az időpontját, akkor jöttél meg frissen, és mondtad, hogy még az is, amikor az időpontot kitűzzük, az is még egy kicsit később legyen, annyira fáradt vagy. Ez standard, vagy ez a forduló most jobban megnyomott, mint szokott? Az az igazság, hogy én azért 15 éve csinálom ezt a konfliktus újságírást, tehát ott voltam Irakban, Szíriában, a gázai övezetben, az egyiptomi forradalomban, tehát az arab tavasz alatt végig. Ilyet még nem láttam. Ugye nem véletlenül hívták a PTSD-t, a posztraumás stressz szindrómát az angolok az első világháború után shell shocknak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tüzérségi sok, a tüzérségek hatása. Az a probléma ilyenkor, hogy amikor az emberben feszül az adrenalin, tehát le kellett vezetnem Zaporizsiából Budapestig 1200-1300 kilométert, vagy még többet, tehát elég sokat, addig az itt tart. Az a baj az aknatűzzel, meg a tüzérségi tűzzel, tehát ugye, ha ott alszol a fronton, tehát ilyen aktív fronton 3-3,5 kilométerre, akkor oda becsapnak. Ha nem is konkrétan arra lőnek, amerre vagy, de ott azért hallod éjszakánként ezeket a becsapódásokat. Ugye tavaly ősszel Hurakovánál voltam, ott az aktív fronton gyakorlatilag ez alatt az egy óra alatt, amíg kint voltam a lövészárokban becsapott, vagy 60 aknagránát februárban. Szintén ott feküdtünk a rajtereszes kollégákkal a Irpényben, amikor konkrétan minket vettek tűz alá a 82 mm-esekkel. Tehát, hogy ilyenkor, amikor hazajössz, akkor tudod, elengedsz. Tehát ilyenkor van az, hogy leteted az autó nem tört össze, az autó rendben van, kipakolod a ruhádat, ilyen elképesztő oroszlánszaggal, meg minden ilyesmi, találkozol a családdal, és akkor jön egy ilyen fázis, hogy akkor elmúlik ez az adrenalin, viszont ez az idegállapot, amiben ugye tudod azt, hogy bármikor, tehát hogy folyamatosan lőnek, vagy folyamatosan, hogy bármi van, ez ilyen sokkot idéz. Tehát hogy olyan, mintha ki lenne húzva folyamatosan az idegrendszered, és ez nem úgy van, hogy visszaugrik, mint a gumiát a fiatalabb korodban talán, de szerintem nem. Tehát ebben az esetben nem, ilyet még nem láttam, ami Ukrajnában most zajlik. És ilyenkor kezdődik a kézremegés, meg és ez nem ilyen hópihia dolog, tehát én nem mély érzékeny lelkem nagyon megbántott a csúnya háború, nem erről van szó, én ebből élek, én több halottat láttam szerintem nagyon sokan, kivéve a patológusokat, de hogy erőszakos halál a munkámnak a része. Egyszerűen arról van szó, hogy az emberi idegrendszert ez olyan szinten viseli meg ez a tüzérségi tűz, hogy utána nem tud visszaállni egy napról a másikra, és hát nem szerettem volna magamat csodásítani, hogy eredit ülök, és akkor ez nem vidám. Tehát, hogy hogy valaki kibontanak egy pezsgőt mögötted, és levágod magad a földre, és nem tudod kontrollálni. Egy éve, amikor Irpényből jöttél vissza, akkor csak hangos podcastban már szerepeltél, szerintem akkor is megkérdeztem tőled, de most is megfogom, egyrészt lehet, hogy változott a válaszod, meg az sem baj, hogyha átismételjük. Felsoroltad már, hogy milyen helyeken is, konfliktusokban és háborúkban jártál a világban. Ez ugye egy olyan háború, ahol két, ha nem is nyugati keresztény, de ortodox keresztény, fehér bőrű ország fiai háborúznak egymással olyan díszletek között, amik lehetnének a Tisza mentén, meg a lakótelepeik lehetnének Nyíregyházán. Hogy ez mennyivel nyom meg jobban, vagy mennyivel hozza közelebb a történéseket hozzád? Én mondtam neked az előbb is, hogy azért én ilyet még nem láttam, és én azért tényleg sok mindent láttam. Egyrészt díszleteiben az egész a II. Világháborút idézi. Másrészt a legtöbb konfliktus, tehát ugye a forradalmak, az arab tavasz alatt azoknak a leverése, ezek mind aszimmetrikus konfliktusok. Tehát van a nagy, például az izraeli haderő, és van egy ilyen gerilla szedetvedett dzsihadista csapat a gázai vezetben. Tehát ez azt jelenti, hogy teljesen aszimmetrikus, az egyiknek van tüzérsége, meg légierje, másiknak nincsen. Az iszlám államnál ott is ilyen gerilla csoportok voltak, egy viszonylagos porózus határt, nem voltak ilyen nagyon frontvonalak városok, mert ugye amikor elindultak rá, az iszlám állam, akkor ott volt lövöldözés, nagyvárosoknál, Moszulnál, vagy Tikritnél, de Kobaninnál, én Kobaninben voltam, illetve Moszulnál, tehát hogy ilyen van, tehát hogy volt, de hogy ilyen szintű, amikor tényleg az van, hogy gyakorlatilag az oroszok, ugye doktrinát váltottak, amikor nem ment ez a villámháború, amit elképzeltek februárban, ők romokat csinálnak, és romokat foglalnak el.
Tehát nem, Bakhmutban nem áll ház. Tehát, hogy ezek ilyen ground zero. És olyan tüzérség van, de olyan szintű tüzérség van, hogy folyamatosak a becsapódások. Közelebb, távolabb. Ha hallod a fütyülést, régen rossz, mert az 15-20 méteren belül lesz. És hogy az egész ukrajnai háború, ez egy klasszikus háború, per definíció nem, és ilyet nem láttam. Az iraki háború, amikor az amerikaiak bementek, és aszimmetrikus háború volt, mert egy olyan szinten fejlettebb haderő, hogy nagyon hamar végeztek ott a Saddam Husseinnek a hadseregével, miatt érdemi olyan konfliktus lenne. Ott olyan, hogy volt ugye a ellenállás, tehát a fegyveres ellenállás a városi harcokban, de itt nem ez van. Itt lövészárkok vannak, ilyen előretort helyőrségek, folyamatosakna tűz, de folyamatosakna tűz, és hát most Bakhmutban a legutolsó hír, hogy gyalogsági ásó a közelharc. És hogy amit itt látunk, az minden egyes kockájában a második világháború volt tavaly, most Bakhmuttal az első. Ez a Verdun Niverszivattyú, ahol tényleg az van, hogy a Wagner csoport besorozott 10 000 anyagyilkost, meg kőkemény bűnözőt, tehát életfogytos bűnözőket, és akkor az volt, hogy ezeket ráküldték. Hát egy hét alatt, pont amikor ott voltam, akkor néztem, akkor adta ki az ukrán honvédelmi minisztérium a számokat, hogy egy hét alatt megöltek 7 000 embert a Wagner csoportból, hetet, egy hét alatt. Hozd már le, hogy ez naponta hány ember hal meg ott. És hogy ezeket legyaloltak, és úgy törtek be Vuladárnál a Wagner csoportosokat, ez egy ilyen új stratégia, hogy ott vannak az ukrán védők, akik veteránok, meg akik be vannak ásva, de érted, hogyha 2 000 ember rohan feléd egy darab AK-val, úgyhogy a saját tüzérségük lövik őket, tehát ugye nincs távolság, hogy az orosz tüzérség lövi az ukrán állásokat, amelyik felé megküldték ezeket a szerencsétleneket, nem sajnálom persze, tehát. És ezeket legyilkolják, megy egy 2 órán keresztül az ölés, tehát az aktív harc, tehát amikor lőnek a lövészárokba, a házakba, ahonnan lehet, ott vannak a holttestek végig a mezőn, 2 óra után a folyamatosan, tehát azt remélik, hogy ugye 2 óra után, amikor megtörték, nyilvánvaló, hogy nem tudták elfoglalni, akkor általában el lehet szívni egy cigarettát, lehet inni egy pohár vizet, stb., és akkor ezt csinálták a Wagner csoport, hogy beküldték ezeket a besorozott embereket, akiket nem kell, aki nem volt hajlandó menni, az a megásadták a sírt, és belelőtték, ez ugye szintén New York Times-os cikk volt, hogy a életben maradt Wagner csoport tagjaiból, tehát ezekből a bűnözőkből, hogy mi volt, hogyan nézett ez ki. És akkor azt csinálták, hogy ezek az emberek, ezek a fiatal férfiak, akik ott állnak a fronton, ukrán emberek, ezek 2,5 órán keresztül tartották a pozíciót, iszonyatos ölés volt, tehát iszonyatos gyilkolás volt, és utána akkor megindultak a második hullám, és megint 2 000 ember, akik már mondjuk jobban képzettek, és tartottak. És akkor ezeket, erre nincsen felkészülve mentálisan senki, meg lelkileg senki. És akkor itt is sikerült betörniük, és abban a részben betörni. Az oroszoknak nyilvánvalóan nem számít az emberanyag, tehát nem számít a halottak száma, meg az, hogy hány ilyen ember, ameddig tudják uralni azt, hogy ezeket ne menjenek vissza. És ezért én nagyon érdekes, hogy beszélgettem pont a fronton ezzel a csapi magyar fiúval, aki őrmesterként szolgál a 127-esekben, hogy nem véletlenül vonulnak az orosz csapatok mobil krematóriumokkal. Ha nincs holttest, amit haza kell küldeni, akkor az nem jelenik meg tételként. Hol jártál most? És hogy választottad ki, hogy pont oda? Tudod, ez a... És hogy jutsz oda? A szegény ember azzal fűz, amilyen van. Én le akartam menni Bakhmutba. Van egy kedves barátom, aki Nyima, akikkel még 2016-ban, vagy 2017-ben, tehát valamikor így, ott voltam a Avgyijevkánál, ugye ez egy elég régóta zajló konfliktus, tehát ugye a teljes offenzíva tavaly kezdődött meg, de azért Oroszország folyamatosan gyakorlatilag majdan óta próbálja Ukrajnának a területét megszerezni, így vagy úgy, kizöld emberek, stb. Szóval én Bakhmutba akartam menni, hát először sem akartam menni Kijevbe, és akkor utána le akartam menni a keleti frontra. És akkor voltam, a 72-esekkel voltam ősszel, ők lenn voltak a Donbászban, de azok sokan meghaltak, és akiket elértem, azok meg kórházban voltak.
és egész magas szintre volt vonalom, és mondták, hogy tehát úgy lehetett volna lemenni Bakhmutba, hogy akkor egy órát vagy lent, és utána azon is hoznak is vissza, és akkor ez se biztonságos, meg ilyenek. Akkor úgy gondoltam, hogy ez nem, és akkor utána meg jött is a hír, hogy már senkit, tehát még az ukrán önkénteseket sem engedik be, akik mondjuk az első segít, vagy az evakuációt vezérik, senkit. És akkor azt gondoltam, hogy ugye várható, tehát egyrészt ugye megindultak Luhanszk felől az oroszok, tehát egy ilyen ellentámadásba próbálják bevenni Bakhmutot, de várható, hogy délen, mert a Zaporozsia rajta van az új orosz térképeken, mint orosz város, hogy délen betörnek a Dnyeper felől. Ugye Hersonnál az ukránok egy sikeres ellenoffenzívát csináltak még tavaly, és ott arról is készül, és ott is egy felfejlődése van az orosz haderőnek. És akkor az volt, hogy akkor jókor lemegyek a Zaporozsiai frontra, ott találtam egy magyar fiút, aki ott volt, ráadásul veterán, tehát aki 15 óta gyakorlatilag ott van a harcokban, és akkor a 127-esekkel tudtam ott érdemben eltölteni egy hetet. Tehát, hogy ez volt az elképzelés. Ugye úgy mentem, hogy Kijev, Zaporozsia az 600 kilométer, Zaporozsiából még olyan 90 kilométer a front, az aktív front. Ott van az atomerőmű a Dnyeper folyópartján, és ez ugye orosz ellenőrzés alatt van, túszul van ejtve a teljes személyzete, akik ukránok, és az oroszok betelepítették az Zaporozsiai atomerőműbe a tüzérségüket. Tehát az ukránok nem lőhetnek oda-vissza, mert hogy akkor abból óriási probléma lenne. És hát ugye ott a Dnyeper folyón akarnak átkelni az oroszok, mert akkor tudják körbezárni a város Zaporozsiát. És oda mentem le, és várható is volt, hogy ott lesz, hogy történni fog valami. De hát ugye még a nem aktív offenzívák is nagyon kemények, mert állandó, folyamatos tűz van. És ráadásul, tehát minél közelebb mész a fronthoz, annál riasztóbb ez az egész, hogy szellemvárosok, szellemfalvak, ahonnan, aki el tudott menni, elment. De hát ugye, akinek nincs hova mennie, meg nincs mit csinálni, ezek ott maradtak, és hogy ez a fajta beletörődés abban, hogy tényleg az uragánra, akinek csapkodnak be minden nap, meg a gradok. És ez történik. És hát ugye, amikor most nem voltam, lementem egy ilyen előretolt helyőrségre, ami egy beásott pozíció volt a Dnyeper partján, akartam csinálni egy fotósorozatot arról, hogy hogyan élnek ezek a katonák. Tehát, hogy a föld alatti bunkerben, hogy ki van terítve a harisnyák, mert mínusz 15 fok tud lenni éjszaka, és hogy tudod, hogyha két napot állsz, és jó a farmerben ebben az éjszakában, utána véresedpés állsz egy hétig. Tehát, hogy hogyan élnek ezek a katonák, és végigfotóztam a Browningokat, a pozíciókat, visszajöttem, és akkor indultam Kijevbe, ugye reggel 4:30-kor indultam Kijevbe, tehát hogy mire gyakorlatilag Zaporozsiába beértem, arra megjelzték, hogy már meg is támadták, de meg is lőtték ezt. Tehát ez egy borzasztó háború. Az a baj, hogy a mi inger küszöbünket, meg a nyugati inger küszöböt már nem üti át, hogy ez milyen elképesztően vad, ami ott megy, és ami nagyon érdekesnek tartom, hogy stratégiai, katonai, politikai elemzők, akik nézik mondjuk a frontvonalak az alakulását, ilyen nagyon optimisták, de hát közben iszonyat mennyiségű ember hal meg, és nagyon magasak az ukránok veszteségei. Az oroszoknak még magasabbak, mert nyilván ők a támadó erő, de hogy egy egész generáció nyomorodik meg végleg, akik ott vannak. És hogy ez az, amit, tehát engem ez érdekel ebben az egész történetben, hogy a fronton, akik ott vannak, azoknak mik az elképzelései, hogyan fog kinézni ez, mit remélnek, és hát hogyan változnak meg. Hogyan változtatja ez meg ezeket az embereket. Senki nem jön vissza. Legalábbis nem úgy, ahogy elment. Ez. Mi jut el, vagy mi formája, megpróbálok egy értelmes kérdéshez szeretni ebből a fronton levőknek a bizakodását, hogy ott egy ilyen, hogyha valaki 15 éve a Donbassban van, vagy ha valakit fél évvel küldtek a
frontra is még életben van. Akkor ez egy ilyen operatív apátiába vált át, eljutnak-e hozzájuk a külvilágból hírek, számít-e mondjuk egy fronton levő katonának, hogy Biden megjárja Kijevet, vagy ez ilyen szimbolikus dolgok, el se jutnak hozzájuk? Egyrészt ugye Isten áldja Elon Muskot, meg a Starlinket. Én nekem ilyen stabil internetem a semmi közepén még nem volt, mint ott, mert ugye Starlinket használják a katonák. Tehát eljutnak a hírek, ott vannak. Hogy mi motiválja őket? Tehát nem Joe Biden látogatása motiválja ezeket az embereket. Alapvetően nem gondolom, hogy ugye háború van, de itt is nagyon kritikusak a politikusokkal, meg gyanakvóak ezek az emberek. Hát nem erről, tehát nem ez a motiváció. Tehát, hogy ki vannak merülve? Rémesen ki vannak merülve. Hogy traumatizáltak ezek az emberek? Igen. Figyelj, olyat láttam, hogy tényleg konkrétan ette a kis szendvicsét a csávon, miközben csapkodtak be az aknák. És tudod, ezzel az apátiával. De ha a kérdésedre a válasz, hogy mi motiválja ezeket az embereket, az, amit téged is motiválna, hogy ne erőszakolják meg az anyádat, meg a húgodat, ne vigyék el a gyerekedet Szibériába továbbképzésre, mert hogy az orosz béke az lakosságcserét jelent. Ezt csinálták Mariupolban. Elvitték az embereket Szibériába, Szibériából meg áthoztak oroszokat. Tehát nincs, nem az a pacifikáció, hogy, és ez sosem így volt, tehát ez egy ilyen naív elképzelés, hogy felszabadjuk őket. Nem. A pacifikáció az, hogy ha olyan embereket teszel arra a helyre, ahol konfliktusod volt, akiknek semmilyen érzelmi kötődésük nincsen. Érted? Amikor ott Bucsában, meg de Irpinyben, vagy bárhol, ami orosz nézem volt, megnézed, ott kilőtt teherautókon, tudod, miket látsz? Mosógépeket. Hűtőszekrényeket szépen felpakolva. Tehát fosszogatás, nemi erőszak, kínzás, kényszerített lakosságcsere. Ezek a srácok nem militáns, ilyen hőzöngő macsó állatok, akik baromira élvezik ezt. Hidd el nekem, hogy ezt a világon senki nem élvezi. Vagy aki igen, nem él sokáig. Hanem azért megy ki, mert tudja, hogy mondjuk odovalósi Zaporozsiába, vagy a környékre, vagy bárhova. És tudja, hogy az orosz béka az úgy néz neki, hogy a gyerekeket, akiket át lehet ideulni képezni, elviszik Szibériába, a lakosságcsere van, és nem tudja, mit csinálnak a nőkkel, nem szeretném ezt részletezni. De ezek nem ilyen fiktív dolgok, ez dokumentálva van. A random agyon lőtt emberek Bucsa utcáin, a fosztogatás az, hogy keresik a Mariupolnak, a civil lakosságának egy jelentős részét, hogy hol vannak. Mert akit nem öltek meg, azt elindítottak Oroszország felé. Gyerekeket, akikkel énekeltetik, tehát ez nemzetközi médiában szintén meg énekeltetik az orosz himnuszt, és megy az átképzés. Tehát én ezen szörnyűködöm, amikor odaírja egy kommentelő mondjuk az írói oldalamon, miért nem teszik le a fegyvert, hiszen élni mindennél jobb. Az a baj, hogy ő azt gondolja, hogy az élet folytatódik úgy, ahogy ő az adott kommentelő gondolta, de ez nem így van. Ez nem így van. Ez az életed, ami van, az véget ér, a szeretteidet. Szabadrablása van az orosz csapatoknak Ukrajnában, tehát ezt látjuk. Te mit tudsz tenni? Amikor ez nem egy ilyen hipotézis, hogy ez egy a rossz, nem, ez egészen biztos. És hogyha azt gondolja a hallgató vagy a néző, hogy túlzok, akkor olvassa el a Polcelennek az Asszony a fronton című könyvét. Mert ez így néz ki. És ez semmit nem változott. Azt mondtad, hogy a nyugati közvélemény, és értsük magunkat is ide, mert el se tudja képzelni a front realitásnak a vadságát. Amikor megírtad azokat a történeteket, amiket megírtál, azoknak van egy ilyen, én nem érzékelem rajtuk azt a törekvést, hogy a vadságnak minden árnyalatát visszaadják. Pontosabban tudatosan azt érzékelem rajta, hogy nem akarod az egészet így masszívan, naturálisan rászabadítani az olvasóra, sőt a varjak azokat jelképezik, akik nem jönnek vissza című, nem biztos, hogy pontosan idéztem a címét, című az én kifejezetten elégikus hangvételnek is mondható. Szóval, hogy van egy ilyen tudatos, tudattalan írói törekvésed, hogy valahogy egy az irodalom felé vidden, és ne a nyers háború pornó legyen belőle? Amikor egy olyan helyzet vagy tényleg, hogy benn vagy egy kísértett falu közepén, egy ilyen kijelölt parasztházban, ami hullik szét, és akkor ott ülsz a katonákkal, meg ilyesmi, és akkor le kell adnod egy cikket, mert csesztetnek a szerkesztők, akkor próbálsz ilyen vonalas lenni.
Ami nagyon vicces, hogy hát nem vicces, hát ugye, amikor veteránnal beszélgetsz, és már ezek az emberek nem tudnak aludni. Hát nyilván rengeteg probléma van ezzel. És így beszélgetsz a veteránnal, hogy ki mit látott. Tudod, ezért, amit mit láttunk meg, miket csináltunk életünkben, és akkor ő mondja, hogy ott volt Debaltsevénél, mondom, hogy én is ott voltam, és akkor én védtem. Tehát az egy szintén egy ilyen daráló volt, körbevették a várost, és ott és mi is úgy jöttünk ki, hogy még a 24-nek csináltuk ezt, és akkor hát ez egy olyan nagyon kemény része volt ennek a konfliktusnak, ami hasonlított a mostanihoz, de most mindenhol ez van, akkor az ilyen felvillanás volt. De mindig, és akkor mutatta a srác a tetoválását, és akkor én láttam, hogy ott vannak a varjak, és mindenhol ott voltak a varjak, ez a iszonyatos, ugye ott rohad a termés a földeken, meg a minden, tehát egy iszonyatos sok táplálék van, és ezért ilyen iszonyat nagy varjú csapatok vannak mindenfelé. Ha megnézed abban a riportban, hogy a varjak azokat jelentik, hogy nem jöttek vissza, benn van két beszélgetés, amiben elhangzik ez a mondat, és azt úgy, hogy van behagytam videóval, hogy hát ilyen 128-asokkal beszélgettem, de már nem, mert mindenki meghalt, aki magyar volt. Kárpátalján. Tehát, hogy ez benne van, egyszerűen azért gondolom, tehát azért írtam azt meg így, mert hogy akkor ez volt a legerősebb élmény az utolsó, amiért elkezdtem írni azt, hogy ott van a srácnak a kezén a tetoválás, és ezt elmondja, hogy mi az. Ugye nyilván nekem azért íróként ugye a hatalmas varjú mitológia van meg az egészben, tehát hogy ez, erre ki is van hegyezve az ember, de hogy nem volt ilyen tudatos szempont. Ezek a kicsi részletek, amik úgy elmondják, tehát el tud képzelni, hogy milyen az, amikor nem tudod ezt, nem prózába visszaadni. Tehát amikor tényleg egy üveg konyak után a háborús veterán mutogatja a tetoválását, és ahogyan mondja, milyen hangsúlyban mondja, hogy a varjak azokat jelentik, akik nem jöttek vissza, és ebben benne van, hogy én is közöttük vagyok. De hát igyekszik az emeket, megpróbálom. És azt gondolom, hogy tehát, hogy annak kifejezetten örülök, hogy a Pető Peti, tehát a főszerkesztő, meg azért, tehát ők értik ezt, hogy ezt miért így csinálom, tehát miért így írom meg. És ugye ebbe bele tudom tenni vizuálban mindezt az információt, amit el kellene mondani egy ilyen font helyzetről. De én szerintem sokkal fontosabb azt megérteni, hogy ez itt zajlik körülöttünk, ez eszkalálódik, tehát ez nagyon közel van hozzánk, eszkalálódik ez a konfliktus, és hogy ne legyenek adatok, ne adatok legyenek. Ezek emberek. És a hazájukat védik. És nem egy eszmét, nem egy ilyen megfoghatatlan, telefényszerűen definálhatatlan fogalmat, hanem nagyon praktikus dolgokat. Nagyon praktikus dolgokat. Ha olvasod, és bizonyára olvasod, hogy nyugati vagy általad beszélt, bármilyen nyelvű sajtóban milyen tudósítások jelennek meg, azokban mit látsz? Mennyire kolerálnak a valósággal, mennyire propagandisztikusak, mennyire mernek közel menni? Én azt gondolom, hogy azért tehát ugye a New York Times-nak, meg a Wall Street Journal-nek most jelent meg ugye Bakhmutból egy ilyen szériájuk. Ott ennek hagyománya van, hogy csinálják a háborús tudósítást. Hát igen, de azért annak van hagyománya, hogy amerikai csapatokkal mennek előre. Én azt gondolom, hogy a háborús tudósítás, mint műfajnak ennél nagyobb károkat semmi nem okozott, mint amikor embert mentett. Tehát konkrétan az amerikai hadsereg részeként kezdték kezelni a kvalifikált újságírókat, mert ugye még a vietnámi háborúban, mit eszem ennek a fotósnak a neve, egy fotósnőnek a neve, aki bekerült egy ilyen konfliktusba, a vietnámiak, a Vietcong, az fogjul ejtette, megetették és elengedték. Mert hogy fotós. Ilyen most már nincsen, tehát ilyenkor valahova be vagy csatornázva. Na most nyilván itt az ukrajnai konfliktusban az amerikaiak szinten tartják az érdeklődést, nagyon sokszor propagandisztikus. Most, ami volt a New York Times-ben, nagyon érdekes volt az, hogy megszóltak az ukrán katonák, és ezt a letargiát megérzed, meg ezt az apátiát megérzed, amit mondanak. Tehát ez borzasztó, tényleg verdöni szintű mészállás zajlik. De hogy alapvetően azt gondolom, hogy nyilván ne is beszéljünk az orosz propaganda médiáról, meg ennek a leképzéséről. Egyszerűen tényleg obszénnak gondolom azt, hogy a békéről beszélünk, amikor megszállnak egy országot. De hogy a nyugati sajtóban nyilván ott is megvan ez a fajta leírom tényekként, meg stb., de hogy van egy ilyen húrá optimizmusunk, hogy a stratégiai elemzések szerint az ukránok éppen megnyerik ezt a háborút. De mit nyernek meg végül?
Tehát a nyertes nem nyer, tehát a győztes nem nyer semmit. Romokat. És hogy igen, tehát hogy ez nagyon finoman jelenik meg, de hát ugye volt egy ilyen, amikor a februárban voltunk kint, ugye egy helyen gyűlt össze a nemzetközi sajtó, nem azért, mert ilyen szorosan összezár a nemzetközi sajtó, hanem azért, mert az volt nyitva. És akkor ez így elhangzott, hogy rengeteg sebből vérzik az ukrán belpolitika, rengeteg probléma van Ukrajnában az oligarcháktól kezdve, tényleg a korrupción, hát elképesztő ilyen dolgoknak, de senki nem kíván muníciót adni az orosz propaganda médiának újságíróként. És ugye az ukrán honvédelmi minisztérium és a hadsereg sem közöl számokat a veszteségeikről. Tehát nincs. Nem engedik be az újságírókat a kórházakba. Ha beengedik, akkor nem behetsz fel sem fényképezt, ezt nem csinálsz semmit. Tehát, hogy van egy ilyen diadalmas, ez a klasszikus értelemben igazságos háború, ugye, tehát ez amiben ők a megtámadottak, és akkor ennek van egy ilyen pompája, amit így mutatnak a világ felé, de az Zelenszkijnek is ez az image, ahogyan vonul. És hát az azért nem jelenik meg, hogy ez milyen pusztítás. Nagyon, nagyon cizelláltam. Abban a kontextusban, hogy ez nagyon kemény, de mi nyerni fogunk, vagy ők nyerni fognak, és hogy az a fajta borzalom, hogy ez milyen áron van, az úgy valahogy elsik. De ez nem egyenlő azzal, hogy azonnal be kell fejezni a harcokat, és nem, tehát így azért egy megszállás ellen harcolnak az ukránok. De ha az áráról nem beszélünk, hogy ez mennyibe kerül Ukrajnának, és Ukrajnának a legjobbjainak. Még egy kicsit a nyugati médiánál maradva, ott ugye van ez a része a dolognak, hogy a nyugati közvéleménynek mi szörődik át, ami valójában a fronton történik. Hogyan néz ez ki visszafelé, abból a szempontból, hogy a nem orosz propaganda elveket követő magyar, meg a lényegében komplett nyugati sajtóban ennek a nagy politikai vetülete is megjelenik. Kapnak-e, és milyen fegyveres támogatást kapnak, Leopard 1-eseket kapnak, Leopard 2-eseket kapnak, idén kapják, jövőre kapják, valójában már ki is vannak ráképezve Németországban, adnak el svédek, csak akkor adnak, amikor a NATO-hoz csatlakoztak, ami soha napján lesz kiskedben pillanatnyán lesz szerint. Hogy mi élődik meg ebből a fronton, hogy ott van egy ilyen, hogy időnként szólnak nekik, hogy szerintünk majd lesznek Leopard 2-esek, és akkor megfordul minden, és nem kell még két évet ebben a gödörben töltetök a Dnyeper szélén, vagy az vetül fel, hogy a konkrét Browningokhoz, ami ott van a kezedben, lesz a jövő héten lőszer. Tehát ugye az akut lőszer hiány az egy általános probléma a fronton. Tehát, hogy itt ugye itt kezd átalakulni olyan háborúval az fogja megnyerni, aki több amuníciót, lőszert, ilyeneket, fegyvereket tud biztosítani a csapatai számára. Egyébként én azt gondolom, hogy nem, tehát hogy azért ez nem így van. Ugye nyugaton nagyon fontos kérdések azok, hogy hogyan támogatjuk fegyvere, de hogyha elnézést, tehát lőszert nem szállítanánk, ha nem szállítanánk a fegyverszállítmányokat Ukrajnának, akkor Ukrajna elveszíteni a háborút. Pont a déli frontnál. Látod, ott vannak a HIMARS-ek, ahol mutatta a távolba az őrmester, és mondja, nem megyünk oda, mert engem is lelőnek. Tehát ez ugye védve van azért, mert ugye az oroszok azok nagyon szeretnék ezeket kilőni. Tehát a nyugati csúcstechnológia ott van Ukrajnában. Ez a fajta, hogy ilyen csodafegyvervágyalás viszont nincsen, hogy akkor majd megérkezik, és akkor majd minden, nem. Itt konkrét problémák vannak, konkrét helyzetek vannak, és ilyen mi dönti el ezek a buta fegyverek, a 82 méteres magnát, ami ugyanolyan, mint a második világháborúban volt. Amikből kell rengeteg, ilyen fegyverek. A Leopard tankok megérkezése, meglátjuk, hogy tud-e érdemben áttörést hozni. Ne felejtsük, hogy nem ugyanaz a helyzet, mint tavaly ősszel volt a frontvonalon, azóta az oroszok gyakorlatilag soroztak, és feltöltötték, és beásták magukat a védekezési pozíciókba. De hogy nyilvánvalóan a nyugati fegyvereknek, a demokráciának úgy kell működni, hogy ezeket a kérdéseket meg kell vitatni. Ne felejtsük el, hogy Oroszország egy atomhatalom, több atomfegyvere van, mint bárkinek a világon. Németországnál nyilvánvalóan
halljuk az égnek áll, amikor német fegyverek vagy német harckocsik újra ezen a területen. Ez a generációnális probléma. De hát ugye, ami alapvetően egy valid pontja a vitának, hogy ha az ukránokat legyőzik az oroszok, akkor az fel fogja gyorsítani a birodalmi törekvéseket, és sokkal erősebbeké teszi. Ugye a svédek, finnek, tehát akik most be akar lépni a NATO-ba, az azért lépi, mert az validnak értékeli. Tehát gyakorlatilag, ha nem akarod a saját hadseregedet és a saját fiaidat odállítani, akkor ez egy nagyon jó alternatív, hogy lehetőséget az az ukránoknak, hogy hából harcoljanak. Tehát, hogy ellenálljanak. És a fegyverek azért elég komolyan nagyon hamar megérkeztek a frontra, tehát mindenhova megjelentek a Stringer rakéták, az NLO-k, tudod, ezek a föld tehát harckocsi elhárító új generációs, a brit ilyen mempedek, ilyen kézi, tehát emberi váron induló rakéták. Ezek iszonyatos pusztítást végeztek az oroszok soraiban, meg az orosz technikai állomány soraiban. A mai napig nem sikerült Oroszországnak ellenőrizni a légteret, tehát hála a nyugati légtérvédelmi rakétarendszereknek, amiket megkaptak szintén. Az a kérdés, és tehát én volt egy elképesztő vitám, hogy egy ismerősömmel, hogy de hát az ukránok így, meg úgy, meg... És azt mondja, nem kell szeretni az ukránokat. Tegye fel magának ezt a kérdést, szeretne az oroszok szomszédja lenni? Ha a válasz nem, mert pedig nem hiszem, hogy van olyan történelmi ország itt az a 20. század története után, aki erre azt mondaná, hogy igen, szeretnék, tekintve, hogy az orosz külpolitika, az mindig is az volt, hogy buffer államokat körülött, tehát az ilyen proxy államokat, akiket ők irányítanak, mi is hozzájuk tartoztunk. Nem voltunk a Szovjetunió része, de voltunk. Tehát, hogyha nem szeretnéd azt, hogy elhozzák hozzád az orosz típusú demokráciát, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy szabad-e hagyni, hogy ezt meg lehessen csinálni Európában 2023-ban, hogy lerohanjanak és teljesen elfoglaljanak egy országot. Mert akkor, ha ezt meg lehet csinálni, akkor mi fogja megállítani őket? De ezt el kell vitatni, itt vannak jogos félelmek, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy nem azért küldik a nyugat, főleg Európáról beszélek, nem Amerikáról, mert Amerikának geopolitikai érdekei vannak, ez egészen más. De hogy a németek, a franciák, a csehek, lengyelek nem azért küldik a fegyvereket, mert nincsenek, tehát több harmonikus viszonya van Ukrajnával, hanem azért, mert az a történelmi tapasztalat, hogy ha Ukrajna elesik, akkor 10 év belül valaki más fog jönni. És ennek elkerülés érdekében inkább próbáljuk meg őket megállapítani, ahogyan lehet, anélkül, hogy egy atomháború robbanna ki. És hát ez leképződik a frontra, ez megjelenik a fronton, tehát mindenhol lett a Stringer rakétákat. Amikor februárban voltam kint tavaly, akkor ugye nem volt egyértelmű, hogy van egyáltalán elég fegyverük az ukránoknak, és ott az elszántság, akkor még szovjet fegyverekkel nagyon kevés ilyen modern gépjármű elhárító, tehát repülőgép, meg ilyesmi elhárító fegyverzettel rendelkeztek, de azóta ezek megérkeztek, ezek működnek, ezek életeket mentenek. Hát most, amennyire erről beszélhetünk, ilyen, ez egy kicsit obszén, hogy így fogalmazok, hogy életeket mentenek. Tehát, meg az egyik oldalon mentik. Az egyik oldalon mentik, tehát megakadályozzák azt, hogy bár bocsánat, de eltelt egy év, és nem sikerült kvázi semmit elérni az oroszoknak a kitűzött célból, és hát most már lehet tudni, hogy tehát akármi történik, ezt a háborút elvesztették, mert hogy ezt a helyet nem fogja tudni pacifikálni az országot, nem lehet ezt csinálni. Tehát azok a tervek, azok nincsenek már meg, de hát ehhez az kell, hogy a nyugat, tehát elsősorban Európa beálljon Ukrajna mögé. És ez nem arról szól, hogy mi szeretjük az ukránokat annyira, hanem arról szól, hogy mi nem szeretnénk, hogy az orosz birodalmi törekvések már a mi területen érvényesüljenek. Mondtad, hogy a háborúnak van egyfajta pompája, teremtett, meg kreált pompája a nyugati sajtóban. Ezért szerintem változni látszik, hogy így az első év végén mindenki mérlegeket van, és őszintébb hangok is elhangzanak már, és ugyan nem pontosan az orbáni, vagy a kínai, vagy a vatikáni logika mentén, de
mostanában többet lehet olvasni arról is, hogy milyen lezárásai lehetnek a dolognak, és azért a realitások, meg az, ami még mindig a Zelenszkij szóhasználat, hogy most már a teljes Krimmel együtt való teljes egykori Ukrajnának a visszaszerzése a cél. A realitás meg az, hogy valószínűleg nagyjából ott fognak befagyni a frontok, ahol vannak, hiszen mind a két oldalon ilyen Bakhmut típusú rettenetesen megerősített 8 éve. Jellemzően 8 éve épülővédelmi vonalak vannak, tehát hogy így nagyjából azt a térképet látjuk, ahogy a végén ki fog nézni. Nyilván még lehet, hogy mindenki indít egy tavaszi hadjáratot, amiről szintén mondta, hogy van-e a körül várakozás, de hogy ez mennyire jelenik meg a front fejekben. Hogy ja, de figyelj, tehát alapvetően ugye nyilván, aki harcol, az nagyon praktikus, tehát ez nem fog... Nagyon sokan vannak, akik ugye akkor menjenek innen, tehát mindenhonnan, és hogy... De én azt gondolom, hogy például nincsen ez a fajta, de nagyon kevés olyan emberrel találkoztam, aki mondjuk aktív harcoló volt, katonatiszt vagy katona, aki ne lenne tisztában a realitásokkal, hogy mit lehet megcsinálni, és mit nem lehet megcsinálni, és hogyan. Nyilvánvalóan ennek előbb-utóbb a tárgyalóasztalnak kell eldőlnie, hogy mi hogyan történik. A Zelenszkij elnök úr nem mondhat mást. Egy háborús országban ő nem mondhat mást, mint nagyon magasan tartani a morált. Ja, persze, nem is azt kérdezem, hogy Zelenszkij miért ezt mondja, az érthető, hogy ő miért ezt mondja, az a Kizaporizsjától 90 kilométerre a Dnyeper partján van, az mennyire árazza be, hogy valószínűleg egy határfolyót néz, ahol már... Hát nézd, egyelőre ugye az oroszok már most szeretnének tárgyalni. Ez megjelenik a propagandájukban. Tehát a minél magasabban, minél hangosabb a békemantra, meg a tárgyalás, meg a nem tudom, micsoda. Ez azért van, mert ugye az oroszok is tudják, hogy lehet, nagyon kellemetlen volt, bejelentették az új térképet, rajta van Herszon, és közben Herszon felszabadul. Érted? Tehát, hogy ezek ilyen kellemetlenek. Az orosz térképen rajta van Zaporozsia, meg az ilyesmi, ami nyilvánvalóan látszik, hogy nem tudnak áttörni. Akkor sem, hogyha minden erejüket egy pontra koncentrálják, a kérdés az, hogy mikor fullad ki mikor fogy el az ember, aki el tudja sütni a mi csúzliainkat ott Ukrajnában, tehát a férfiak, mikor lesz akkor a veszteség. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan előbb-utóbb, tehát valakinek meg kell rogynia, meg kell egy kicsit, értem, egy ellátási problémákkal kell lennie. Ha a nyugat befejezi Ukrajnának a fegyverszállítást, akkor az ukránok fognak megrogyni, és ez azért nem azért van, mert gyengébek, hanem azért, mert hiszen nincs olyan ipari kapacitásuk, amit ezzel tudnák csinálni. Oroszországnak még az év végéig, de inkább még egy évig van elég kvázi, így is akadozik az orosz logisztika, ugye nagyon ügyesen dolgoznak a HIMARS-ek meg az ilyenek, hogy az orosz logisztika ne jusson ki a frontra. Tehát, hogyha mondjuk Kína beszáll halálos fegyver segítséggel az orosz oldalon, akkor szintén megint változik a képlet. Ez akkor fog egyfajta tárgyalásos irányba elmozdulni, amikor nyilvánvalóan válik, hogy nincsenek megnyerhető csaták már a térképen. Tehát akkor tudják, hogy ezt nem lehet megnyerni. Ameddig bármelyik fél azt gondolja, hogy egy reális esély, és azt sem felejtsd, hogy a Zelenszkij elnök úr azért elég komoly nyomás alatt van a veteránok miatt, tehát egy nemzetállam, egy újfajta nemzetállam kovácsolódott Ukrajnában, ez egy lélektani folyamat volt, ahogyan, tehát ezt nem hiszed el, hogy ott ülök, ugye az ukrán hadseregnek is a közös nyelv az orosz, mert ugye mindenki oroszos volt, és hogy ott orosz ajkú ukránok tanulgatják a nyugati, tehát nyugat-ukrajnai ukránt, hogy tudjanak rendesen ukránul. Tehát elkezdtek tanulni ukránul. És ez így megjelent. Tehát ilyen hangulatban nagyon nehéz arról területfeladásról beszélni, vagy amikor már mindenkinek, és szintén Zelenszkij mondta a beszédében, az évfordulós beszédében, hogy amikor mindenkinek meghalt már valaki, vagy veszítette el valakit, akkor nagyon nehéz a úgynevezett reálpolitikát ismertetni a lakossággal. De hát nyilván beszélgettem erről is, hogy ők hogyan látják meg, hogy mi fog történni. Hogy igen, valószínűleg be fog egy ponton fagyni, honnan nem lehet sem elmozdulni. És akkor az elég ideig tart, akkor utána valamilyen konszenzus lesz, ami biztos, hogy nem lesz, szerintem, ez a befagyott konfliktus. De hát én ezt egyelőre még nem látom, mindenki azt várja, hogy ugye a tavaszi áradások miatt meg feldagadt föld, amiben elsüllyednek a járművek, az
kiszáradjon. De ez most egy nagy hajrá lesz itt, itt a tavasszal, hogy hol lesznek azok a határok meghúzva. Amit mondasz, egyébként úgy abból látszik a kis lábjegyzet, a háborús pompának a tabutörése most már így a nyugati mainstream sajtóban, hogy egy-két hete volt a New Yorkerben egy történész interjú, amiben kimondatott valószínűleg először, hogy az ukrán győzelem az nem úgy néz ki, hogy a Krímig visszaállítják a régi határokat, hanem hogy ami megmarad Ukrajnából, az megy az EU-ba. Igen, és de egyébként ez egészen lenyűgöző, hogy nagyon kicsi voltam, de szerintem te is, amikor mi csatlakoztunk az Unióhoz. Tehát, hogy ilyen így... Pont 18. De tudod, nekem az az előtte lévő, hogy mi hogyan viszonyultunk az Európai Unióhoz. Tehát akkor kamaszok voltunk, meg éppen egy más dolog volt, de hogy amit mondani akarok, az, hogy Ukrajnában az Európai Unió, meg Európa egy minőséget és egy esztétikát. Tehát egy borzasztó csalódás lesz, hogy ők ezt meglátják, hogy milyen csatározások mennek az unión belül, milyen alkuk, milyen visszásságok mennek, és hogy mennyi problémája, hány sebből érzik az Európai Unió. De az ukránoknál ez egy esztétikum. Ez egy minőség, amik ők fel akarják magukat emelni ehhez. Tehát ugye egészen lenyűgöző az, hogy Európának milyen presztízse van Ukrajnában, hogy ők nem akarnak az álmos ázsiai Oroszországhoz tartozni. Tehát ez leképződik a legbanálisabb dolgokban, hogy érted, a szentségtörés lett volna ez a milyen dalfesztivál, tudod, amit Eurovíziós. Mert hogy ez egy nagyon fontos nemzeti dolog, ahol a párokban azt közvetítik. Mert Eurovíziós, és az ukránok indulnak rajta, és hogy ők ezeken részt vesznek. Tehát, hogy... Jó, azért az Eurovíziós dalfesztiválban megélt európai identitását gyorsan meg tud kopni, ezt azért már láttuk első kérdőt. Elnézést, tehát én ebben roppant szkeptikus vagyok, de nyilvánvalóan nem kezdek el arról beszélni. Nem ismertettem az Európai Unió általános struktúrális problémáit az Ukrajnában harcoló feleknek, de hogy van egy ilyen presztízse, tehát hogy ez megjelenik, és azt gondolom, hogy nem lesz ez a befagyott konfliktus, mert megy be az Európai Unióba, ami ugye gyakorlatilag erről szól a magyar kormánynak a tevékenysége, erősen hajt ez a federalizálódás felé, tehát ugye a szövetségi államszín felé. Ugye ez mármint az Európai Unió önsúlya hajt a federalisztikus állam igen, felé, a magyar kormány tevékenysége. A magyar kormány pont ezzel szemben határozza meg magát, de hogy tehát ez érzékelhető ez a törekvés, és azt gondolom, hogy Ukrajna nem az Uniótól, hanem azokhoz a nyugati szereplőktől kap majd olyan garanciákat, hogy tényleg ne lehessen még egyszer lerohanni. És hát ami igazából a realitás, az, hogy az orosz hadsereg mítosza szerte foszlott, tehát nincsen többi orosz hadsereg, amit a mumusként, akikkel nem lehet fölvenni a harcot. Oroszország izolálódott, Oroszországnak az innovációs lemaradása szerintem 10 év plusz, tehát és ez növekszik. És hogy elszigetelődik, ugye nyilván kérdés az, hogy Kínával vagy a BRIC csoportosulással mennyire tudnak majd érdekelni, de hogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy teljesen mindegy, hogy megkapja Oroszország Luhanszkot vagy a Donbászt még a Krím mellé, ezt a háborút elvesztítették, és ennek a következményeit nem fogják kiheverni az elkövetkező 10 évben, sem katonailag, sem innovációs technológiailag, sem a világpiacban. És tényleg, tehát, hogy ha arról beszélünk, hogy Oroszország, és hogy választani kell, mit tud adni Oroszország? Nyersanyagot. Lesz földgáz, lesz áram, de sem szabadság, sem a szellemnek ez a fajta invenciózussága, ami jellemzi a nyugati társadalmakat. Számtalan geopolitikai lemdet most már ott hagynám a levegőben, mert egész nap itt leszünk, és egy 3 órás podcastot fogunk produkálni, hogyha mindenre rágálok. Amit senki nem fog megnézni 3 óra. De meg fogják nézni, és egyébként minden mondatod olyan kommenteket fogsz kapni, hogy... A trolloktól? Majd meglátjuk. Igen, az orosz zászlós kommentelőktől. I don't care. Ezt ne mondd meg nekik, mert... Azt hiszik, ők azt gondolják, hogy de.
hogy két kilépő kérdéssel engedjelek el. Az egyik, hogy még a felvezetés szakaszban gyorsan átszaladtunk azon, hogy mondtad, hogy kerestél Csapi magyar katonát, aki a zaporizsai fronton van, és akkor hozzájuk mentél egy hétre. Uh-huh. Ez annyira egyszerű, mint ahogy mondod, vagy hogyan néz ki ennek az adminisztrációja, engedélyezése, kik csekkolnak le téged, minden egyes alkalommal lecsekkolnak el, amikor mész, hogy nem lettél közben orosz ügynök? Hát én ezért 2014 óta, tehát a Majdan óta járok ki Ukrajnába. És ugye ahhoz, hogy megszerezd pont a háború alatt, amikor kitört a háború, hogy megszerezd a sajtóakkreditációt, azért az ott van egy csekk az ukrán részről. Tehát annyiféle egységgel, meg annyiféle ilyesmi volt, hogy van egy networköm, akiket ismerek, és akik ebben segítenek. És mivel megvan az engedély, tehát megvan az akkreditációm Ukrajnában, amit a hadsereg adott ki. Így azért sokkal könnyebb, de így is volt az, hogy bocs, nem, tehát ilyenkor is mondják azt, hogy nem, meg hogy mit nem lehet, meg hogyan nem. Az van, hogy van egy parancsnoka egy ilyen brigádnak, egy ilyen alakulatnak, akinek jelzik, és akitől engedélyt kérnek, hogy akkor... De ezt, hogy felveszem a kapcsolatot az egység valamelyik tagjával, teljesen mindegy, aki odairányít a parancsnokhoz, aki azt mondja, hogy lehet-e, vagy nem lehet. És aki eldönti, hogy mit csináltok pontosan, meg hogyan. Ha van egy jó... ilyen backupom, tehát aki azt mondja, hogy ismerem ezt a fiút, vagy olvastam, amiket írt, és nem tudom. Tehát ugye ez nekem azért megy, mert tényleg 14 óta rengeteg embert ismerek Ukrajnában. Másképp is megy, csak nekem nincsen napi 400-500 euróm arra, hogy fizesek a fixernek, hogy intézzel. Akkor lehet ezt csinálni rendesen, amikor vagy nagyon gyorsan ott vagy, amikor még nem alakul ki ennek a gazdasága. Lehetőleg még az amerikaiak megérkezése előtt, mert egy New York Times-nak, tehát nem probléma. Sőt, tehát most már az van, hogy saját biztonsági embert visznek, ilyen veteránokat, akik meddig lehet. Tehát külön plusz egy embert alkalmaznak arra, hogy a terepen mozogjon. Nekem mindig volt valamilyen rákérdezésem ebben a kapcsolatokban. És ez a hálózat, ez működik, ezek az emberek olvassák, amit írok, vitatkoznak, ha arról van szó, és ezeket el tudom mondani, tehát látják, hogy engem tényleg az a része érdekelnek a történetek, hogy hogyan alakul ez a generáció a nyugatlan fronton. Mostani cikk sorozatodnak az első elemében egy mozzanat csupán, hogy a kerék problémái támadnak az autónak, ja. És valaki megpróbálja megszerelni, de be kell menni a nagyvárosba, és nem akar bemenni a nagyvárosba, mert hogy elkapja őt is a kényszersorozás. Szóval nyilván mondjuk a kárpátaljai, vagy akár így a nyugat-ukrajnai, Lviv-környéki morál, közhangulat, stb. Ez nyilván tök más, mint hogyha Zaporizsiában a családodról már lemondhattál, és beásod magadat, hogy ennek az atmoszférájáról, vagy lélektanáról, vagy amit megéreztél belőle, arról mesélsz? Amit fontos leszögezni, de ezeket írtam is, tehát két dolog van. Ugye azért ez egy gazdasági mély repülésben van Ukrajna, tehát hogy egyre inkább a hadsereg, tehát nyilvánvalóan, de ez törvényszerű, hogy a hadsereg válik a legnagyobb gazdasági szereplővé. Ezzel párhuzamosan soroznak folyamatosan Ukrajnában, tehát ugye a honvédőháborúhoz. Új jogkörökkel ruházták fel ezt a bizottságot, átadják a behívókat, de nem az van, hogy elviszik onnan, és akkor nem mehet haza, hanem átnyújtják a behívót. Mert sokan nem vették át, visszaéltek egy ilyen dolgokkal. De szeretném hangsúlyozni, nem, ez nem a kárpátai magyarokra van kitalálva, vagy, hanem mindenhol ez történik Ukrajnában, ami miatt van ez a félelem, és senki nem tudja, hogy hova megy, hogy milyen körülmények közé. Van, akik sokan ezzel párhuzamosan fontolgatják, hogy a hadseregbe belépnek, mert legalább ott van valamilyen, legkeres valami pénzt van csinálni. De ennek van egy, igen, tehát hogy a veszteségek, az, hogy és így amikor nagyon rosszul jön ki, mert a rendszer ugye nincsen frissítve, hogy kimaradt itt, kiment el, tehát így sok menekült mozgás volt, tehát így történnek hibák, amikor súlyos beteg vagy halálos beteg embereket hívnak be, és ott állnak, és üvölt a sorozat is, hogy az Isten lehetséges ez, mert ez volt egy ilyen felháborodás, hogy fele alkalmatlan, tényleg. És hogy igen, van egy ilyen félelem, hogy nem tudod, hogy mikor vált. Ugye az új törvények azok lehetővé tesznek egy csomó eddig állami intézményben, közfeladatellátó cégnél nem lehetett kiadni a sorozat papírokat.
Volt ilyen is, amikor valamilyen illegális buliban kiment a rendőrség, és az előállítás közben átnyújtott a férfiaknak a behívót. Ezt megírta a Kyiv Post, tehát hogy ez egy cikkben volt. Ennek gyakorlatilag nyilvánvalóan fásul bele a társadalom is ebbe a háborúba. Tehát el tudod képzelni, amikor nekünk egy ilyen ingerküszöbünk van, egy ilyen erős ingerküszöbünk, amit nem tudunk átlépni már az ukrán háborús hírekkel, de mi mehet ott Ukrajnában? És hogy van egy ilyen fásultság, tehát közben tömegével lépnek be a férfiak, látjuk azt, hogy nem, aki el akart menni, mondjuk Kárpátaljáról már régen elment Magyarországra, kettős állampolgára a kárpátaljai magyarok nagy része. Tehát, hogy igen, ez egy kellemetlen, ez egy szomorú dolog. Nem akar átmenni az ellenőrző ponton, mert nem tudja, hogy éppen most akkor neki ott van egy ilyen bizottsági izé. Ezt láttuk. Tehát ugye 50 éveseket is be lehet hívni meg. Tehát mindenféle ilyesmi van. És ilyenkor egy általános idegesség van. És nem arról van szó, tehát én ezt kérdeztem, hogy nem arról van szó, hogy ezek az emberek nem akarnak elmenni, vagy ilyesmi, nem az, hogy nagyon sokszor, nagyon rossz logisztikával, rosszul szervezetten zajlik le ez az egész, és ilyen ad-hoc össze-vissza. Tehát erre nem volt felkészülve Ukrajnának semmilyen rendszere, hogy itt most fegyverképes, tehát a fegyverfogásra alkalmas férfiakat kell besorozni, meg behívni. És hát igazából egyik oldalon rengetegen jelentkeznek a hadseregbe férfiak, a másik oldalon meg van ez a bizonytalanság, hogy akkor most engem be fognak hívni, akkor mi lesz az anyukámmal, ha én 50 éves vagyok, az anyukám, tudom én, 70 éves vagy 80 éves, akkor mi lesz, hogyan lesz? Tehát ugye ezek a félelmek vannak, de ez szerintem teljesen normális. Tehát, hogy igen, ez zajlik. Az sokkal inkább tűnik ilyen nonsensnek, hogy nem beszélünk arról, hogy mekkora véráldozatot hoz Ukrajna, mennyien halnak meg Ukrajnában, de elemen arról beszámolunk, hogy soroznak. És ez ilyen gonosznak tűnik. Nem. A kettő egymásból következik. Azok a katonák, akik februárban, illetve nyáron megállították az oroszokat, azok már nem azok a katonák, akik ott vannak lenn a fronton. Nem nagyon sokan meghaltak. Nagyon sokan. Itt köszönöm meg, hogy jöttél. Remélem. Én köszönöm. Bizonyára lesz még alkalmunk, és remélem, hogy annak akár ennél egy halvány árnyalat a szívderítőbbé kicsengése is lehet, és a hallgatóknak is. Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt az Első Kézből podcast és videó erre a hétre.